Nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, hallgatóimat. Ezen az órán, ezen a foglalkozáson szeretnék a reformkorral kapcsolatos ismereteket megosztani. A reformkor, mint tudjuk, a társadalmi folyamatok, a gazdasági változások mellett a nemzeti eszmének a megújulása és kiteljesedése is volt. Ennek az órának a témája nem más lesz, mint ahogy a nemzeti eszme, a magyarságtudat és az ehhez kapcsolódó nyelvi, kulturális és gyakran politikai kérdések hogyan határozták meg ennek a kornak a szellemiségét, közéletét. Az első, amiről beszélnünk kell, hogy mi is a nemzet a reformkor értelmezése szerint. Hosszú-hosszú ideig ez a kifejezés nem volt túlságosan elismert vagy közkeletű a magyar emberek, de egész a korabeli Európa lakosai között. Nem annyira nemzetben gondolkodtak hosszú ideig a középkori, majd az azt követő újkori emberek, országlakosok, hanem az szerint, hogy milyen uralkodó alá tartoznak, illetve hogy milyen vallásfelekezethez tartoznak, és mely hit szerint gyakorolják a hitüket. Valamikor a középkor vége felé született meg Magyarországon a nemesi nemzet kifejezés, ami igazából azt jelenti, hogy a nemesek egyfajta saját érdekeiket és saját elveiket jobban kifejező fogalomkörben kezdtek gondolkodni. Ehhez egy Verbőci István nevű nemes megalkotta az úgynevezett hármas könyvet, a tripartiumot, és ebben lefektetett jogokat, mindmáig a nemesi jogok a nemesi nemzetnek a kifejeződésének tartják. Miket is tartalmaztak ebben az időben a nemesi nemzethez tartozó jogok, kiváltságok? Természetesen azt, hogy mi a nemesi nemzet részei, ebben nem tartoztak bele a polgárok, és nem tartoztak bele főképpen a jobbágyok, egy uralkodó alá tartozunk. Tehát a birodalomban, vagy ország alakulatban, államalakulatban a gondolkodás, ez fontos volt. A második egy érdekképviseleti kifejező képlet, hogy azonos jogokkal rendelkezünk. Mint nemesi nemzet, vannak előjogaink, és ezekhez ragaszkodunk. A harmadik pedig, hogy kiváltságaink is vannak természetesen, ami az előjogokhoz igen hasonló, és ezeket adott esetben az uralkodóval szemben is érvényesíteni szeretnénk. A reformkor természetesen tovább lépést jelentett az e fajta nemesi nemzet felfogáshoz képest, hiszen abból természetszerűleg számosan ki voltak zárva, akik nem születtek nemesnek és nem voltak előjogaik. A korszak a 19. század elején két elterjedt nemzetfelfogás volt ismeretes. Azt fogjuk majd látni, hogy a magyar sajátos reformkori nemzetfelfogás és nemzeteszme ebből a kettőből merített forrásokat, és ennek a kettőnek az ötvözetét figyelhetjük meg a hazai politikusok, közéleti emberek gondolkodásában. Nos, melyik ez a kettő? A francia mintájú, vagy francia jellegű államnemzet egy tulajdonképpen nem mást tartalmaz, hogy az államhatárainkon belül tartózkodó polgárok, legyenek azok bármilyen nemzetiségűek, a mi politikai nemzetünknek a tagjai. Tehát, ha úgy vesszük, számos mai országban ez a felfogás gyökeret vert, és igazából ez tekinthető a modern, akár európai, akár a nyugati kultúrához tartozó más típusú nemzetek uralkodó és népszerű nemzetfelfogásához. Ezzel szemben Németországban, aztán látjuk majd Közép- és Kelet-Európa számos országában a kultúrnemzet fogalma és tartalma volt terjedőben, ami az azonos nyelv, az azonos műveltség, az azonos szokásoknak egyfajta összetartozó erejét, kohóját jelentette, és így igazából ez a kettő párhuzamosan létezve Európában, ahogy látni fogjuk, elérkezett Magyarországra is, és olyan választás elé állítja majd a magyar politikusokat és a Magyarországon élő, de nem magyar származású nemzetiségieket,
amiből azért ütközések is előre jelezhetőek. A reformkor nemzetfelfogása a magyar nemesek, a magyar nemesi nemzet, ha mondhatjuk ugye egy régebbi kifejezéssel, nemzetfelfogása volt. Egyszerre, ahogy említettem, olyan jelleget mutatott, amely mindkét nemzetfelfogásból kölcsönzött elemeket. Ez természetesen nem átvétel vagy koppintás volt, hanem egy olyan fajta belső motivumból való gondolkodás, aminek az említettek lehetnek a legközelebbi rokonai. A kultúrnemzet természetesen a Habsburgok felé, a császár felé korlátlan előjogot élvezett, amikor érdekképviseletről volt szó, erre legjobb példa II. Józsefnek a nyelvrendelete elleni tiltakozás, amikor egy rövid időre megkísérelte a Habsburg birodalmon belül a kicsivel korábbi latin nyelvet leváltani az egységes, hivatalos német nyelv használatára. Ez példátlan erejű tiltakozást váltott ki Magyarországon, és tulajdonképpen egy nemzeti nyelvi ébredést is teremtett, aminek messzeható következményei lesznek. Magyarokra és nem magyarokra egyaránt. Később erről fogok majd beszélni. Egy másik fajta nemzetfelfogás, az említett államnemzetfelfogást viszont a magyar nemesség és az ehhez tartozó politikusok erőteljesen alkalmazták, amikor a nemzetiségekkel kellett tárgyalni, illetve róluk gondolkodni. Mondhatnánk, hogy ez a kettősség, ez valami ravasz politikai érdekérvényesítés következménye, de valószínűleg a kor szellemében ez sokkal könnyedebben, gördülékenyebben történt, aszerint, hogy éppen kivel kellett tárgyalni, kivel kellett megegyezni, vagy, ahogy majd látni fogjuk, kivel került sor konfrontációra. Hozzátartozik a képhez, hogy ekkor Magyarország már közel sem többségi magyar lakosságú ország volt. A korábbiakban tanultak egy más anyagrészben bizonyára elhangzott, hogy valamikor a Rákóczi szabadságharc után többféle módon és többféle forrásból igen sok nemzetiségi lakos költözött a hagyományos történelmi Magyarország területére, és elmondhatjuk azt, hogy a reformkorban a magyarság 50% alatti létszámmal képviseltette magát a korábban majdnem tiszta magyar területeken. Természetesen ez azt vetheti föl, hogy ha feléjük a kultúrnemzet fogalmá helyett az államnemzeti fellépést várják a korszak magyar politikusai, az ellenállást és tiltakozást majd később sokkal nyíltabb konfrontációt fog eredményezni. Szóba került, ha már a nemesi nemzet fogalmáról beszéltünk, az identitás fogalma is, hogy honnan ered a magyar nép, hogy kik a rokonaink, hiszen a nyelvünk egyedülállóan furcsa, mai napig is ezt megjegyzik, és kevés rokonsággal rendelkezik, és azok a rokonságok is igen távol élnek tőlünk. Ez a korszak gondolkodóit is foglalkoztatta, és az eredetkutatás, aminek legszebb és legmegindítóbb példája talán Kőrösi Csomos Sándor, egy székely származású férfiú, egy felfedező, egy valódi tudós, aki egyben kalandor is volt, aki azt tűzte ki célul, hogy elindul több éves útra valahova a messzi távol-keletre, Indiába, Tibetbe, mai Kína számos területére, és megpróbálja felkutatni a magyar népnek az eredetét, illetve rokonsági kapcsolatokat keres. Ennek érdekében számos nyelven megtanult, rendkívül sokat nélkülözött, több éves kalandos útján, találkozott több nagyhatalom követeivel, némelyek az angolok például kémnek nézték, aztán ugye befogadták a szolgálatukba, így ő megalkotja majd az első tibeti angol szótárt, és a sírja mai napig is ott található, a távol-keleten, Indiában, és nagy tiszteletnek örvend. Kőrösi Csomos Sándor arra is példa, hogy ez a kérdés, hogy hova tartozunk, hogy honnan jövünk mi, mint magyarok, ez mindenképpen megragadta a korszaknak a szellemiségét, azon felül, hogy ugye a nemzeti érzés, a nacionalizmus egy érzelmi, lelki
indítatást is vett, de tudományos vetületre is kalandozott, hiszen ez a kérdés a mai napig talán nem dőlt el teljességben. Idéznék egy részletet Körösi Csomától, egy mondattöredéket, hogy az ő legfőbb célja tehát az volt, hogy a még homályban lévő adatokra sort kerítsen és fölfedezze nemzetem történetében. Tehát ebben is látható egy odaszánás a kutatásra, a világosságra, mindarra, hogy a nemzetnek a megélése az több legyen egy pillanatnyi érzelmi hevületnél, vagy egy gyorsan fellángoló ünnepeken elővett valamiféle érzületnél. A magyar nyelv ugye természetszerűleg fölmerült a korban, ahogy már említettem is, egészen II. József elég drasztikus rendeletéhez, a nyelvrendelethez vezethető ez vissza. Ez a bizonyos nyelvrendelet, ugye, amit végül is ugye, megcáfolni, visszavonni kényszerült a császár, ellenkező hatást váltott ki a korszak magyarságából, és egy valóságos nyelvi nemzeti ébredést indított el. A magyar nyelv majd 1844-ben lesz csak hivatalos, de addig egy csaknem fél évszázad alatt azt láthatjuk, arról tudhatunk, hogy számos helyen lépésről lépésre teret foglalt. Ugye az, hogy mit nevezünk hivatalos nyelvnek, nem arról van szó, hogy ne beszélhetne bárki az anyanyelvén a piacon, az otthonában, nem használhatná kereskedésre ezt a bizonyos nyelvet, de a hivatalos nyelv az mindig azt jelenti, egy kiemelt jelentőségű nyelv, ami hosszú évszázadokon keresztül a latin volt Magyarországon, hogy milyen nyelven készülnek az országgyűlés iratai, a jogi dokumentumok, a törvények, milyen nyelven lehet érintkezni és kommunikálni az állammal. Most ebben, hogy ez a magyar felé terelődjön, több kisebb lépés során sikerült ezt megvalósítani. Ez 1800-as évek elején már például magyar ugye, tanítottak hivatalosan is, mint nyelvet, majd a peres iratokat, a törvényrendeleteket magyarul is el kellett készíteni, és így kellett eljuttatni a címzettekhez. Majd ugye 1844-től teljes hivatalos nyelvi státuszt ér el a magyar nyelv, ami egy mindenképpen szívet melengető és számunkra kedvező és méltóan szép lépés, ám fölvetődik a probléma, és ezt igazából a legnagyobb nemzetiség, a horvátok fogják legélesebben visszajelezni, hogy akkor mi van a mi nyelvünkkel? Tehát ugye eddig is egy idegen nyelven kellett hivatalos törvényekben törvényt alkotni, kommunikálni, az országgyűlésben akár felszólalni, vagy megfogalmazni ott iratokat. Most az egyik idegen nyelv helyett a másik. És ezért a horvátok, akik hosszú ideje már részleges önállóságot képezve tartoznak a magyar koronához, erőteljesen fogalmazzák meg az érdekeiket, és tiltakozásokat nyújtanak be, majd a példájukat számos kisebb befolyású, tehát a korban kevesebb érdekképviselettel rendelkező nemzetiség fogja majd követni. Maga a kérdés, hogy kik tartozzanak a nemzethez, nem csak nyelvi és kulturális területen etnikai kérdésként vetődik fel, hanem jogi fogalomként is. Kölcsey Ferenc és mások, a reformkor nagyjai fölvetik a jogkiterjesztésnek a fogalmát, amely nem mást jelent, hogy a nemesi nemzet előjogai közé, a teljes jogú állampolgárok közé be kell szükségszerűen emelni a nem ide tartozókat, és ez a legnagyobb létszámú lakossági tömegre is gondoltak, a jobbágy sorban élőkre. A jogkiterjesztés egy nagyon nemes fogalom, és nem csak papíron gondolták ezt, bár voltak éles viták, a haladók és a maradiak ugye a változásokat gyorsabban végbevinni kívánok, illetve a szinte maradéktalan egy helyben állást, és a minden jó, ahogy régen van, elvét követők között. Mindenképpen meg kell azonban említeni, hogy a nemzetfogalom ilyen módon is bővült, legalább fölvetődött, majd később természetesen a reformkor végén, és főleg 1848-49-ben
Ez meg is valósul, amikor már nem reform országgyűlésekről beszélnek, ahol ugye a nemesek vehettek részt, és más kiváltságos rendek, de a jobbágyok nem, hanem a népképviseleti országgyűlésről beszélünk, ahol a magyar nemzetnek a képviselőjeként választanak meg országgyűlési képviselőket. A jogkiterjesztés mindenképpen több variációt vet föl, ezeket szeretném kivetíteni és elemezni. Kossuth Lajos sem vetette el ezt a fogalmat, hiszen rendkívül haladó szellemiségű politikus volt, köznemes, de már is hozzátette, hogy a politikai nemzet fogalma, amit szintén gyakran használtak ebben a korban, nem azt jelenti, hogy minden nemzet tökéletesen egyenrangú legyen. Tehát terjesszünk ki jogokat, nem csak a jobbágyokra, hanem a nemzetiségekre, de ezek a jogok nem kollektív jogok, hiszen úgy érezték a kornak akár a leghaladóbb emberei, mondhatjuk legliberálisabb emberei, politikusai, hogy amennyiben kollektív, tehát közösségi jogokat is adnak a nemzetiségeknek, ez előbb-utóbb az országnak a részekre bomlásához, szétforgácsolódásához fog vezetni. Így elég mereven ragaszkodtak ahhoz az állásponthoz, és ez csak nagyon-nagyon későn, 1849-ben a szabadsághoz bukásához közeledve hajlandók felül bírálni, hogy a nemzetiségeknek egyéni jogokat mindenképpen adnak, polgári szabadságjogokat, azonban mint nemzetiségek autonómiát, illetve részleges belső országon belül önállóságot ne is kérjenek, mert ezzel nem hajlandóak foglalkozni. Veselényi híres Balítéletek című művében már érzékeli, fölveti az ezzel kapcsolatos visszásságokat vagy polémiát, valóságos veszedelemnek nevezi a sokféle nyelv egymás mellett élés, de nem úgy, mint elvakult nacionalista, hanem aképpen, hogy valami közös nevezőt kell teremteni, és ő sem elsősorban a sok-sok nyelv hivatalossá tételét, hanem a polgári jogoknak a minél szélesebb megadását javasolja. Valamint Széchenyi is, ugye a legnagyobb magyar, akit méltán hívott nagy politikai ellenfele, Kossuth Lajos ezen a szép, megtisztelő jelzővel, fölhívja a figyelmet a magyarosítás elkerülhetetlen veszedelmeire, amennyiben az erőszakra, kényszerre, bármiféle hivatalos nyomásra történik. Amint ez előre jelezhető volt, a nemzetiségiek válasza nem késik. Bár korlátozottak az erőforrásaik, hiszen azt mondhatjuk, hogy az ő társadalmaik bizonyos mértékig nem teljes társadalmak, és ez nem jelent lekicsinlést vagy értékrendet, hanem a teljes társadalmaknál ugye minden lakossági csoport, foglalkozás és műveltségi csoport megtalálható, így az értelmiség is. Azt mondhatjuk, hogy a nemzetiségek nagyon nagy része ilyen módon nem volt teljes, azt tekintve, hogy hiányzott az értelmiség, illetve ahol meg is volt, mert azért voltak természetesen minden nemzetiségben tanult emberek, akik legfőképpen politizáltak és érdekeket tudtak megfogalmazni az adott nemzetiség számára, nagyon nagy részben az egyházhoz kapcsolódó emberek voltak. Tehát ortodox vagy más keresztény felekezethez tartozó, akár katolikus vagy evangélikus papok, lelkészek, és nem nagyon volt polgári jellegű értelmiség. A horvátoknál, ahogy ezt említettem is, ugye volt egyfajta különállás, egyfajta nemesi értelmiségi politizálás, hiszen ők már sok-sok évszázad óta részleges önállósággal rendelkeztek. Ez a nemzeti ébredés, ami lezajlott a magyaroknál az előbb ismertetett módon, egy kis fáziskéséssel az összes magyarországi nemzetiségnél végbe ment. Különböző eredet történeteket és eredet kutatásokat láthatunk is. A legismertebb a horvátoknál, de a szerbeknél is az illír eredet, ami ugye az ókori római birodalomban található Illíriára vezethető vissza, és az itt élt népeknek az azonosságára és öntudatára vezetik vissza a délszláv népek az eredetüket. Ez
nem csak saját nyelvhasználat követelése volt, de elsősorban az volt, hanem a nemzeti múlt fölébresztése, táplálása által egy önálló nemzettudatnak az izmosodását, kialakulását. Lezajlott ez a szlovákoknál is, akik a morva eredetet választották érthető módon egyfajta ős alapjukig, illetve számos értelmiségi gondolkodójuk, például egy evangélikus lelkész egyenesen már szláv testvériségről beszél, hiszen érzékelték a korszaknak a lakói, részesei, hogy vannak ugye hasonló nyelvek, nyelvcsaládok, és ezek között valamiféle rokonságnak kell lenni. Ez a fajta szláv testvériség riadalommal tölti el a korszaknak a magyar nemességét. Pánszlávizmusról kezdenek beszélni, ami egy valós veszély lesz a későbbiekben, hiszen a szláv népeknek az összekapcsolódása, különösképpen, hogyha Oroszországnak a gyámkodása és segítlete alatt történik, ami a korszak valódi, de egyik leginkább régies és avitt nagyhatalma volt, ez valós veszélyt jelenthetett Magyarországra. Fölmerült ugye román részről a dákó-román kontinuitás, aminek még a mai napig is vitákat keltő nyomai, sőt egészen erős képviselői vannak, illetve a magyar-román kapcsolatokban tudományos szinten ez egy folyamatosan fönt lévő vita alap. Mit jelent ez? A régi dák nép, akik a rómaiakkal, ugye Trajanus császár idejében nagy erőteljesen és bátorsággal harcoltak, valamiképpen a rómaiakkal elmélet szerint összekeveredtek, és ennek lennének a leszármazottai a román nemzetiséghez tartozó emberek, akik ezen elmélet szerint már jóval a magyarok előtt Erdély területén ott éltek, és nem csak később vándoroltak be Moldvából és Havas-Alföldről. Minden esetre ez az igencsak vitatott kontinuitás, tehát eredet elmélet, aztán politikai, majd erőteljes állami támogatásra is fog szert tenni már a Trianon utáni Romániában. Ahogy szóltunk erről, a folyamatokat, amikről szó volt, szeretnénk egységbe foglalni és levonni a konzekvenciákat. A reformkor első évtizedeiben odáig jut a nemzetfejlődés, hogy kialakul az egységes kultúrnemzet, ennek ugye a meginduló drámairodalom, a vers és a költészet, a kialakuló irodalmi pezsgés és számos olyan terület, amit irodalomórán részletesen fogtok venni, illetve tanulmányoztok, része volt, de erről most ezen az órán nem beszélünk. Arról viszont igen, hogy a nemzetiségeknek a vezetése egyre erőteljesebben megtalálja a hangot, hogy hogyan kell az ő saját nemzeti érdekeiket képviselni. A magyarok szempontjából az egyik legszerencsétlenebb választásuk történt meg, ugyanis egyre inkább azt tapasztalják meg a magyar politikusok, hogy az osztrák császári Habsburg udvar és a magyarság környezetében sokszor vele összekeveredve élő nemzetiségiek megtalálják egymással a kapcsolatot, és mintegy a magyarokon átnyúlva természetes szövetségesévé válnak egymásnak. Ez aztán a legtragikusabban majd az 1848-49-es szabadságharcban fog megtestesülni és nyilvánvalóan megmutatkozni, amikor dél-szláv területen a szerbek és aztán a románok is, hát fegyveres harcot is robbantanak ki, úgymond a magyar elnyomás, vagy az éppen Ausztriával a kapcsolatokat lazítani akaró új magyar vezetés ellen. A leginkább a magyar szempontból az említett pánszláv eszme vagy pánszláv veszélyen kívül szóba kerül egy új kifejezés, a korban új, az ausztroszláv kifejezés, ami tulajdonképpen egy magyar jelző arra, hogy a szláv összefogást, a szláv mozgalmakat, a déli és az északi szlávok
a mozgalmait Ausztriából támogatják, és ezért ez egy olyan létező veszedelem volt a reformkor politikusainak a fejében, amit hát, ha mondhatjuk így egyszerűsítve, kicsi nyersen, se köpni, se lenyelni nem tudtak, és amely kérdéskör a nemzetiségekkel való együttélés, nekik való jogok adása át fog nyúlni egészen egy új korszakba, a dualizmus korszakába, de ez már egy más történet. Köszönöm a figyelmet!